Szeretettel köszöntök mindenkit, ahogy azt már beharangoztam egy korábbi videómban. A történelem során először fogunk a Rongyosgárdának köztéri szobrot állítani állami, illetve hát ebben az esetben önkormányzati kezdeményezésre, ami azt gondolom, hogy önmagában egy óriási szégyen, hiszen azok a magyar fiatalok, akik fegyvert ragadtak, hogy a világtörténelem legigazságtalanabb békediktátuma, a trianoni békeszerződés ellen fellépjenek, nekik köszönhető, az ő áldozatuknak köszönhető az, hogy Sopron és számos nyugat-magyarországi település jelenleg Magyarországhoz tartozik, tulajdonképpen az eddigi egyetlen sikeres és mai napig megmaradt trianoni revíziót köszönhetjük nekik, és az ő emlékezetükre csak Sopronban, az erdőben található egy emlékmű, illetve Izsákon, a református templom kertjében van egy kopjafa. Itt viszont mögöttem, Ásotthalom központjában vagyunk, itt a főtéren már láthatóak a munkálatok, itt lesz a helye, igazán méltó helye ennek az emlékműnek, amely egy igazán monumentális, grandiózus emlékmű lesz. És ezt az emlékművet, amely Megyeri János szobrászművész alkotása, bronz alak van középen, bronz alak lesz középen, maga a vezető, Prónai Pál lesz középen, körülötte pedig a Rongyosgárda több tagja látható majd kőből kifaragva. Itt lesz majd tehát mögöttem, ahol már megkezdődtek a munkálatok, holnap már a talapzatot állítjuk. És mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel hívok az ünnepélyes átadóra, az avatóra. Ez március 27-én lesz, a déli harangszó pillanatában fogjuk leleplezni és fölavatni ezt a csodálatos emlékművet. Mindenkit várunk szeretettel, a Mi Hazánk Mozgalom Budapestről buszt indít. Itt közben látható a videóra kiírva, illetve a leírásban is, hogy honnan és hány órakor indulnak buszok Budapestről. És szintén látható a leírásban, és most látható itt a videóra kiírva is az ásotthalmi önkormányzat bankszámla száma, ahová továbbra is várjuk az adományokat, hiszen ennek a szobornak a költségét, több mint 15 millió forint, ami gyakorlatilag szinte önköltségnek számít, ennek a teljes költségét adományokból kívánjuk kifizetni, kizárólag a magyar emberek hozzájárulásával állítjuk fel az első köztéri szobrot a Rongyosgárda tiszteletére. Én azt gondolom, hogy önmagában egyébként szégyen, hogy a magyar állam ezt eddig nem tette meg, és hogyha a Mi Hazánk Mozgalom ott lesz végre a Magyar Országgyűlésben, a parlamentben, akkor nem csak Ásotthalom főterén áll majd a Rongyosgárda tiszteletére emlékmű, hanem természetesen Budapesten, a magyarok fővárosában is. Várok tehát mindenkit szeretettel március 27-ére ide Ásotthalomra, egy ünnepi alkalomra, és nagyon szépen köszönjük az eddigi támogatásokat, várjuk még a felajánlásokat fel a győzelemre.